Hello, 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 szép napot! Itt az ideje egy kis gasztro videónak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mit ebédelek ma. Ilyenkor ugyanis ilyen pörköltök, sültek, ilyesmik azok nincsenek, csak ilyen apróságok, mint a szamosza, az ilyen tipikus itteni kaja. Ez szerintem ilyen krumplis valamicsoda, ezeket mindet olajban sütik ki, illetve ezekhez adnak ugye curry szószt, ebben kell mártogatni, és ezzel kell megenni. De hát ugye mindenek előtt a pálinka. Justusom, köszönöm szépen ismételten, hogy támogattál ezzel, úgyhogy egy kortyot gyorsan lenyomok egy kaja előtt, egészségetekre. Hajj, de jól esik! De jó lett volna köptetőnek. Szemünk. Tippeljetek egyébként, hogy mennyi volt ez a kis ebédem. Hát elárulom, összesen 20 rúpiát fizettem, tehát átszámolva olyan 50 forint. Szóval ma 50 forintból ebédelek meg. Jó étvágyat kívánok nektek, megkóstolom, hogy lássátok, hogy tényleg megeszem, nem csak kamuzok. Akkor... Így, ez jó, kemény. Így néz ki belülről. És akkor egy kis curry, hogy biztos legyen a foscsi. Nem rossz. És nem is annyira olajos egyébként, mint amennyire számítottam. Egyébként laktató, tehát kb. Egyel is jól laknék simán. Főleg most, hogy ugye az utóbbi időben pocak beszűkült, visszafogja magát, nem eszik annyi. Nagyon félem, megmutatom a szamoszát is, az ami itt ilyen, ez még nagyon forró. Ez pedig ilyen belülről. Remélem látszik nagyjából, ez is ilyen fűszeres zöldség van szerintem benne. Na hát ez isteni. Isteni. Ezt is azért megtunkolom egy ki körülbe. Sosem lehet tudni. Biztos, ami biztos egyébként. Szálláshoz közel kezdtem el enni, hogyha bármi baj történne, akkor nehogy itt érjen el a vég. Na hát jó étvágyat nektek is!